kiváló sportoló eredményeket Nóvár Város önkormányzati szeretné elismerni, és fontos elmondani, hogy büszkék vagyunk minden sportolóra. Hiszen a koronavírus járvány miatt elmaradt számos verseny ellenére, mégis kiemelkedő sportolói eredményekről tudtak beszámolni a dombóvári sportolók. A város önkormányzata oklevelet és ajándékcsomagot adott át azoknak a fiatal versenyzőknek, akik a helyi sportéletben fontos szerepet töltenek be. A polgármester úgy döntött, hogy szeretné díjazni mégis azokat a sportolóinkat, ifjú sportolóinkat, akik mégis maradandót tudtak alkotni, és olyan eredményekkel büszkélkedhetnek, amik azt gondolom, hogy Dombóvár város életében követendő példa, ők példaképek lehetnek a fiataljaink számára, akik iskolába, óvodába elkezdenek sportolni, és látják azt, hogy igenis Dombóvárról is el lehet jutni komoly országos, illetve még attól komolyabb eredményekig is. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy az önkormányzat elismerésben részesíti azokat a sportolókat, akik már most ifjúkoruk ellenére nagyon sikeresek és olyan eredményeik vannak, amelyek tényleg megsüvegelendők. Labdajátékokban, kosárlabdában és labdarúgásban van 3 sportolónk, küzdősportban, karate és a judo területén 5 sportolónk, tulajdonképpen 8 darab úszónk van, akiket díjaznánk, ők lesznek a második etapban úgymond a díjazottak, és a végül nem utolsó sorban az atlétika és az öttusa szakágakban szintén van 7 olyan sportolónk, akiket díjaznánk, úgyhogy így jött össze az idei díjazottaknak a listája. A kitüntetettek között volt Halmai Dániel, a 13-szoros válogatott kosárlabdázó is. Kosárlabdázok körülbelül 11 éve, és már óviskoromban is jártam óvikosárra, majd aztán egy táborba kezdtem, és szerettem meg ezt a sportot, és azóta űzöm. Küzdősport kategóriában az egyik kiemelt sportoló Kovács Adrienne Kira volt, aki 6 éve kezdett karatézni. Már nem emlékszem, hogy hogyan jött nekem, de mindenáron karatézni szerettem volna elmenni, és édesanyukám elvitt egy edzést megnézni. És ott teljesen totális szerelem lett számomra ez a sportág, így 2014. április 5-6 körül kezdtem el sportolni ezt a sportot. Már mondhatom azt, hogy 5-szörös világbajnok vagyok, többször is megnyertem Európa-bajnokságot, országos bajnokságot, volt szerencsém már diákolimpián is nyerni, meg ugye kisebb versenyeken is szerepelni. Bocz Gergő a judóban jeleskedett, legutóbb junior országos 3. helyezést ért el. Az egész család küzdősporton, minden jött az egész, és hát ez már egy szenvedélyé alakult ki. Tárnok Zoltán dombóvárváros sportreferense elmondta, hogy a sportolók mögött is nehéz év van, de örül neki, hogy többen a Covid-járvány okozta hátrányból előnyt tudtak kovácsolni. Amatőr szinten nagyon nehéz, ugye a sportétesítmények zárva vannak, edzések korlátozott számba, szabályoknak megfelelően kell, hogy megtartásra kerüljenek. Én magam, mint egyesületi vezető látom azt, hogy ilyenkor van olyan gyerkőc, vagy van olyan szülő, aki elbizonytalanodik, és utána majd nehéz lesz újból rábírni arra, hogy mondjuk maximális erőbedobással készüljön, és higgy el azt, hogy igenis érdemes, és hajtsuk, csináljuk az edzéseket, mert majd a mérkőzésen ez megtérül. A különböző szakosztályok edzői terjesztették fel a díjra a sportolóikat, és az idén minden jelöltet jutalmazott az önkormányzat. Pintér Szilárd polgármester elmondta, ez szakmai kérdés, és az edzők véleménye a legfontosabb ezen a téren. A díjátadó az idei nehéz év elismerő lezárása lehet a sportolóknak. Van, amivel szeretnünk volna kedveskedni az idejében kiválóan teljesítő fiatal sportolóinknak. Nyilván ez az év olyan helyzetet teremtett, amihez kellett tudnunk alkalmazkodni. Mindenek elére nem szeretünk volna azt, hogy sok dolog közel is a sútba menjen, és ne legyen elismerve a teljesítményük. Hiszen, hogy ez a teljesítmény erőn felül volt, ebben a helyzetben sokkal többet kellett tenniük azért, hogy helyet tudjanak állni. Ez az év tele volt kihívásokkal, a fiatalok megléptek egy lépcsőfokot, és óvatatlanul is itt volt az ideje, hogy karácsony előtt gratuláljunk nekik. Remélem, hogy némi motivációt tudunk nekik adni, hiszen az életben vannak pillanatok, amikor meg kell állni, és a jó szó az mindenkinek jól esik, és amíg el is ismerik a teljesítményét, az a jövője szempontjából azt gondolom, hogy meghatározó. A polgármester elmondta, hogy nagy segítség lesz majd a helyi és a környéken élő sportolóknak a Dombóváron épülő új térségi sportkomplexum, aminek alapkövét a tervek szerint jövő nyáron már le is tehetik.